Az a helyzet, hogy én most nagyon szomorú vagyok, tudnélék, el van téveszve, mert Csokonai nevéhez nem piros csíkot, hanem fekete szallagot kellett volna tenni, mert úgy látszik, hogy Tolmácson gyászolni kellene, hogy egy olyan nagy magyart, mint Csokonai Vitéz Mihály le kellett venni a palettáról, és nem érdemli meg, hogy Tolmács község utcáját díszítse a táblájával. A másik dolog az, hogy Ciruskáról nem tudunk semmit, annyit tudunk, hogy egy tanya volt valamikor itt, amit Ciruskának hívtak az emberek, és ez nem feltétlen sugallhatta volna azt, hogy át kell nevezni egy Alkotmány utcát Ciruska utcának, ugyanis a jelentését senki nem tudja a településen. Az Alkotmány utca úgy érzem, hogy nem sért semmiféle jogot. Én úgy gondolom, hogy annak idején a parlament azért hozta a döntést, hogy az önkényuralmi rendszerek jelképei eltűnjenek ebből az országból, de úgy látszik, hogy sokan összetévesztették az alkotmányt, nem hiszem, hogy az önkényuralmi rendszerek jelképe volna, hanem ez egy olyan szó, ami mindenkor benne van a mindennapjainkban. Kár volt ezért ilyen cirkus csinálni a településen. Úgy, hogy meg se kérdezték az állampolgárokat. Nincs benne a mi szavazati lehetőségünk, magyarul megfosztottak a demokratikus jogainktól. A település polgármestere és a település egyik lakója tetlegességig fajuló vitába keveredett. Mit mondanak a faluban erről? Értesülésünk szerint a jogászunkat támadta meg előre megfontolt szándékkal, ami kétszer is történt. A polgármester úr, amiért ő nekünk jogi segítséget, jogi felvilágosítást adott teljesen baráti szándékkal, amit ugye ki is hangsúlyozott neki a polgármester a elmesélése szerint, hogy ő egy bunkó pesti, aki ennek a lakosságnak felvilágosítást ad. Ossza az észt a falusi népnek. Mi volt a nézeteltérésnek az oka? Mit képviselt egyébként az ügyvéd úr, aki egyébként itt hát igen, a utcanév változásokat segítette nekünk jogi tanácsokkal, mikor melyik szervhez kell fordulnunk, hogy ezt népszavazásig véghez tudjuk vinni. Teljességgel elítéljük. Hát ez egy abszurd megoldás. Mi felháborítónak tartjuk ezt a dolgot, hogy ez az ügy már tetlegességig folyamodik, ez egy polgármestertől elviselhetetlen viselkedés. A megtámadott szemét bevitték a kórházba, ott látleletet vettek föl, és most orvosi vizsgálatokat fog elvégezni, tehát ezt lehet hallani a faluba, szértébe, hosszába. Teljesen megdöbbentő, hogy egy polgármester, akinek ő kutya kötelessége az állampolgárokat védeni, óvni, meg segíteni, hogy ő támad rá bármilyen okból, nem a jog eszközéhez folyamodik, hanem önhatalmulag tetlegességet szánja el magát, ezt egyszerűen Magyarországon tegnap, ma és holnap is érthetetlen és elítélendő cselekménynek tartom. Mint állampolgár. Mi úgy hisszük és véleményezzük erősen, hogy a jogász urat azért verték meg, mert minket képvisel, jogi tanácsokat ad, és igenis a véleményünk az, hogy az utcanév változtatásokkal összefüggő az ő megverése, ez az atrocitás, és a falut nem tántorítja el annak a tudata, hogy aki kiállt mellettünk, most nekünk is kutya kötelességünk kiállni mögött, és ki is fogunk állni mögötte, mert tudjuk, hogy összefüggés van az ő megveretése és a megtámadása és az utcanév változtatással kapcsolatos. A lakosság erről a döntésről másnap értesült, senkit meg nem kérdeztek, hogy szeretnék-e ezt, és egyik utcanevünk sem sértette a jogszabályokat. A régi utcaneveket azért szeretnénk megtartani, mert a változtatás először is ugye a lakosság tudta megkérdezése nélkül történt, ami antidemokratikus elveket akar, a második oldala pedig anyagilag rendkívül sok kiadásba veri azt a lakosságot, ami egyébként is szegény lakosság, és egyébként is nagyon sok munkanélküli, nagyon sok problémával küzdő emberek sorsát érinti. Tehát igenis anyagilag is számottevő a probléma, nem gondolták át, nem csináltak egy hatástanulmányt ezzel kapcsolatban.
Miért tetszik elégedetlen egyébként a névváltoztatással? Nekünk nagyon megfelelt a béketér, nekünk semmi bajunk nem volt vele, nekünk egy problémánk van, az anyagi háttere. Mi nagy családosok vagyunk, 3 gyereket nevelünk, nehézkes kifizetni a rezsiköltségeket, a ház fenntartását, és nekünk nincs plusz költségünk arra, hogy én ilyeneket fedezni tudjak belőle. Miért? Milyen költséget jelent egyébként most az utca átnevezés? Hát nekünk sokat. Nekünk vannak hiteleinket, át kell iratni, autót, a gyerekeknek a diákigazolványt. Az egy dolog, hogy a lakcímkártya ingyenes, de a többiért mindenért fizetni kell. Milyen nagyságrendű a kiadás körülbelül? Hát nálunk olyan 30-40 ezer forint, amit én nem tudok. Nem tudok finanszírozni. A vállalkozóknak igen tettemes és fölösleges anyagi kiadást jelent, igenis pénzbeli anyagi kiadás, 4-500 ezer forintokat kell fizetni a vállalkozóknak, és tudjuk azt, hogy egy vállalkozó milyen problémával küzd a mai világban, hiszen embereknek munkahelyet biztosít, munkahelyet ad, és tulajdonképpen egy fölösleges, abszurdus fölösleges kiadásokra kényszeríti a vállalkozókat. A második dolog pedig a utcanevek, Csokonai utca, Alkotmány utca. Mi a probléma? Tolmácsi út? Mi a probléma? Hiszen mi Tolmácson élünk. Hát mi a probléma a Tolmácsi úttal? Tehát ezeket az utcákat, Szépvölgyi út, a Szépvölgyi út, hát a legszebb utca a második kerületben, például Budán, hát ott mikor fogják megváltoztatni a Szépvölgyi utat? Tehát gyakorlatilag igen, ragaszkodunk a múltunkhoz, ragaszkodunk ezekhez az utcanevekhez. Hogy ugyan a lakcímkártya az ingyenes, de minden más pénzbe kerül. Ha én a jogosítványomat megújítom, 6000 forintba kerül például, de sorolhatom a devizakölcsönöknél a megváltoztatást, sorolhatom azt az időt, amit nekem el kell mennem és sorba kell állnom, teljesen abszurdunk feleslegesen, ez mind pénzbe kerül. Kárt okoztak a lakosságnak, ez mind pénzbe kerül. Hát az a helyzet, hogy én az Alkotmány utcában lakom, amit úgy tudtam meg, hogy reggel ébredésemkor kiderült, hogy már Sziruskában vagyok, amit később tudtam meg. Úgy vélekednék róla, hogy indokolatlan volt a kormány, a rendeletét nem azért hozta a parlamentbe, hogy minden utcát el kell törölni, büszkék vagyunk az alkotmányra, mert az a életünk része, és szeretnénk, hogyha ez megoldódna. Február 2-ára van kiírva népszavazás, ezt is egy kicsit komolytalan dolognak tartom, hogy sikerült majdnem egy évig elhúzni, hogy az emberek tisztában legyenek azzal, hogy hol is élnek. Ezt már régen le lehetett volna rendezni, hogyha tisztességesen állt volna hozzá a testület és a polgármester, de úgy látszik, hogy nem ez volt a szándékuk. Sajnos már ott tart a dolog, hogy az a jogász, aki minket védett, már megsérült ebből kifolyólag, hallomásom szerint állítólag lefejelte őt valaki, és úgy hallottam, hogy a polgármester úr, és ennek köze van ahhoz, hogy ő minket maximálisan megpróbál segíteni, védeni ennek az utca névváltozásnak a helyreállításába, hogy az eredeti visszaálljon. Ezt a döntést az önkormányzat a lakosság tudta nélkül hajtotta végre, és mi nagyon elégedettek vagyunk a volt utcaneveinkkel, a Csokonaival, az Alkotmánnyal, a Szépvölgyivel, tehát ezek egy történelmi nevek, és mi szeretnék ezeket megőrizni. Olyan magánügye senkinek nem lehet Magyarországon, hogy azt annyira feltupírozza, hogy ő ezért képes legyen valakit lefejelni, megverni, belerúgni, netán nagyon ütni vagy megölni. Szégyen és gyalázat. Kész. Nem szabad ezt megengedni. Ebben az országban Ebben az országban demokráciára van szükség, és a demokráciát azt nem ezek a típusú emberek képviselik, ezek csak ártanak neki. Föl vannak háborodva teljesen. Nem szabad megengedni. Hát estétől reggelig erről beszélnek kis csapatokban az emberek. Nem szabad megengedni. Hát az a helyzet, hogy attól függetlenül, hogy fel lehet hívva a figyelme arra, hogy nem szabad ezt csinálni, mert ez pénzbe kerül mindenkinek. Sőt, tovább mennék. Vannak olyan okmányok, amiket évelején adnak ki, különféle hatóságok, évközben újat nem adnak ki, ezekkel az okmányokkal utazni, vagy ezekkel valahova menni nem lehet, mert az ellenőrök megbírságolják ennek a jogtalanul használóját, mert a számítógép azt nem tudja, hogy egy utca megváltozott, és ez valós vagy valótlan volt ez a dolog. Úgyhogy nekünk Pestre kellene menni. Pestre kell menni. Nem vagyunk hajlandók. Benzint kell fizetni. Így van. Igen. Meg az idő. Igen.
És az, hogy egy ilyen ember verekszik, ez felháborító. Nem való polgármesternek. Milyen jogon? Legközelebb minket fog elütni az utcán, mert éppen nem tetszünk nekik. Jó, hát bele kell gondolni arra, hogy minden dolgukkal azon igyekeztek, hogy minél távolabbra kinyomni ezt a népszavazást az utcanevekről, ugyanis ezt jó lett volna nagyon hamar lerendezni, így megnyugodott volna a település, nem lett volna gond.